Köszöntöm nézőinket! Zuglói civil szervezeteket bemutató műsorunkban mai vendégem Zsebe László, Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület elnöke. Szia! Kíváncsian várom, Laci, hogy mesélj egy kicsit az Egyesületről, mivel foglalkoztok? Hát ugye a nevünk az viszonylag beszédes, bár angol. Elsődlegesen ugye táncos műfajokkal foglalkozik az Egyesületünk, tehát ez az alapja az egész szervezetnek. Azonban, hogyha mélyebben megvizsgáljuk, akkor valójában kiderül, hogy inkább ma már a gyerkőcök fejlesztésén van nálunk is a hangsúly, azon belül pedig az óvodás korosztály, illetve az általános iskolás korosztály az, aki elsődlegesen megtalál minket különböző foglalkozásokon, órákon, edzéseken. Még egy pici az Egyesület képviselteti magát felnőtt korosztályban is, viszont ott már inkább akrobatikus rock'n'roll versenyzőknek a képzése zajlik. És Zuglóban több helyszínen szerencsére jelen vagyunk, három óvodában, az Aprófalva, a Rózsavár, illetve a Mókavár óvodában, illetve a Németh Imre és a Herman Otto általános iskolában. Ezek főleg ilyen délutáni foglalkozások, illetve az Aprófalva kivétel, mert ott egy úgymond ovis projekt, egy speciális együttműködés is zajlik az óvodával. Mit jelent ez pontosan? Hát az óvodában, ugye ott az Aprófalva óvodában ott igazából egy ilyen sporttagozatként lehet jelentkezni a gyerekeknek erre a képzésre, és ez valójában azt jelenti, hogy akkor a heti 5 odajárt napból 4-szer délelőttönként eljöhet egy ilyen foglalkozásra, amit azonban nem csak mi tartunk a gyerekeknek, hanem egy másik egyesülettel összedolgozva, akiknek a specifikuma inkább ilyen labdajátékok, futball, egyéb labdás sportok. Viszont az óvodával pont egy olyan együttműködést dolgoztunk ki, hogy itt nem focistákat vagy táncosokat képezünk, hanem olyan fejlesztő foglalkozásokat tartunk a gyerekeknek, ami esetleg akiknek még nem megfelelő például a koordinációs készsége, őket segíti a fejlődésben, akiknél pedig pont, hogy látjuk, hogy érdemes velük esetleg sport irányba foglalkozni, őket pedig abban segíti, hogy mire az óvodát elvégzik, akkor már könnyedén tudják venni ezt a feladatot, és akkor bármilyen sportiskolába akár, vagy bármilyen komolyabb sportegyesületbe el tudjanak helyezkedni. Milyen korosztályt érint ez az óviban? Feltételezem a kis csoportosokat, akik éppen bekerültek az óviba, őket. Igen, ők még ugye a koruknál fogva, ugye ők még egy 45 perces foglalkozást nem tudnának vinni, illetve elvégezni. Úgyhogy a középsős, tehát a középső csoporttól kezdjük inkább a foglalkozást, de elsődlegesen a úgymond végzős nagycsoportosokat érinti ez. Ebből adódik, hogy általában a létszám egy olyan 20 fő szokott maximálisan lenni. Ez ugye az edzők, illetve a terem kapacitása miatt is szükséges, illetve általában így szokott összeérni az érdeklődőknek a létszáma. Hogy képzeljünk el egy foglalkozást? Hát az Aprófalvában ott, ha jól emlékszem, hétfőn és szerdán olyankor a labdás dolgok vannak, és kedden, csütörtökön pedig a táncos, de lehet, hogy pont fordítva. Igazából az ennek, hogy az egyik nap inkább a labdásport, a másik pedig a táncosport. De ahogy említettem, ugye nekünk is így egyszerűbb róla beszélni, hogy akkor labda, illetve tánc, de valójában tényleg úgy lett kialakítva, hogy a focis játékokból, vagy a táncos rokis játékokból, vagy tehát az adott sportágoknak az olyan gyakorlatait, olyan elemeit használjuk, ami igazából végeredményben nem egy focistát képez, illetve nem egy koreográfiát tanulnak meg feltétlenül a gyerekek, hanem olyan specifikus gyakorlatok, amikkel ugye például tudjuk a különböző térérzékelésüket fejleszteni. Tehát nagyjából ugye így tevődik össze, így váltogatják egymást az órák, és a péntek az meg van hagyva direkt egy ilyen szünetnek, hogy a gyerekeknek legyen egy nap pihi, illetve hogyha véletlenül esetleg úgy jönne össze a hónapban az óvodai rendezvények, vagy egyéb miatt, hogy valami esetleg elmaradt, akkor még egy pénteki napunk van esetleg pótlásra. És egy alkalom az miből tevődik össze? Feltételezem, van bemelegítés? Hát itt ugye a délelőtti az sokkal specifikusabb, mert ott az annyira összefonódik az egész, hogy ott nem is tudjuk mondjuk a délutáni órákhoz képest akár így elkülöníteni minden esetben, mert például az is lehet, hogy csak egy játékkal melegítenek be a délelőtti órákon. A délutáni óráink, a tanfolyamok azok ilyen szempontból egy kicsit egyszerűbben elmesélhetők, mert ugye ott akkor tényleg van egy bemelegítés, utána van a fő része, amikor táncolnak a gyerekek, illetve akrobatikáznak, és akkor a végén egy
kis levezető vagy nyújtás, vagy valamilyen egyéb játékos gyakorlat. A délelőtti az egy nagyon hosszú beszélgetés beférne szerintem bele, hogy akkor hogy is néz ki, főleg így, hogy ugye ráadásul ott több sportágból van ugye bele csempészve minden. Azt nehezebb elmagyarázni, de ott nincs ennyire szétbontva, hogy akkor feltétlenül bemelegítés, aztán fő tevékenység és a végén levezetés, mert hogyha éppen egy olyan periódusba tartanak az edzők a tanfolyamon, akkor tényleg az is lehet, hogy éppen az egész óra arról szól, hogy a gyerekek észre se veszik, és csak játszanak, közben pedig ugye fejlesztve vannak. Ha jól értettem, akkor itt a felmenő rendszer, a folyamatosság az abszolút biztosított, hogy aki jóban járt hozzátok, ő mehet iskolába ugyanúgy folytatni. Igen, igazából ez a mi részünkről adott, tehát ugye mi tudjuk azt biztosítani, hogy akár felnőtt koráig is valaki sportoljon, illetve hogyha a táncnak különböző műfejével akar azon belül is specifikusan valamilyen akrobatikus sportággal foglalkozni, akkor részünkről adott a lehetőség, egészen óvodáskortól ugye ki lehet járni a különböző létrafokait. Szerencsére már volt rá példa. Ilyenkor inkább a szülőknek a kérdés, hogy összetudják-e logisztikázni, hogy akkor a gyerkőc, hogyha lehet, hogy az oviba még egyik utcába jár, de az iskola az már teljesen máshol van, és akkor ugye ezt a nehezebb összehozni, de a lehetőség adott, így van. Vannak úgynevezett szülői hiedelmek, lehet, hogy félnek, hogyha az ő gyermeküknek mondjuk nem olyanok a testi adottságai, vagy egy kicsit túlsúlyos. Akkor, hogy ezekhez hogy viszonyulunk? Hát igazából az Aprófalvába a délelőtti, ez a, én mindig ilyen csúnyán ovis projektnek hívom, mert valamiért így maradt a fejemben, de igazából az Aprófalva ezt sportagozatnak nevezi. Tehát ott ugye szinte ez nem is ilyen szóba, mert ott teljesen más, ahogy említettem, ott akár sok esetben az a cél, hogy tényleg fejlesszük esetleg azt, aki hátrányban van, illetve mivel nem sporták specifikus, hanem különböző műfajokból próbáljuk a hasznos dolgokat átadni, ezért igazából csak még jobban fokozzuk a gyerekeknek ezt a ilyen korban amúgy is meglévő hajlamát, hogy ugye nem egy irányba koncentrálnak, hanem több irányba, és ezt próbáljuk ilyenkor még tuningolni. A délutáni óráink, a tanfolyamok, illetve az edzések, ott ugye bár ott minden esetben nézzük azt, hogy milyenek az adottságok, de igazából, hogy a gyerkőcök esetleg, hogyha mondjuk valaki új érdeklődő jön egy órára a szülőkkel, akkor már az edzők szerencsére vannak olyan rutinosak, hogy már szinte az ajtóban, amikor megérkezik, akkor már még mozgás nélkül is látja, hogy akkor ő neki milyen lesz a szellemi képessége, ugye a adottságait, a fizikai adottságait azt eleve látjuk, és akkor utána, hogy elkezd mozogni, akkor leszünk még jobban tisztában a dolgokkal, de mivel nem, most már nem egyetlen egy sportággal, illetve műfajjal foglalkozó egyesület vagyunk, hanem próbálunk mi is minden irányba nyitni, és a legtöbb óráinknak a stílusa az úgymond ilyen szabadtán stílus, ezért rengeteg lehetőség van, úgyhogy olyan még nem nagyon fordult elő, hogy esetleg valakit eltanácsoltunk azért, mert nem olyanok az adottságai, mint egy mozifilmben. Viszont a cél az, hogy mindenkinek az adottságait szem előtt tartva megtaláljuk a neki megfelelő helyét, és mindezt úgy, hogy nem csak a tánc, hanem az ő szempontjából is, tehát ahol a legjobban érzi magát. Tehát nálunk nincs arra egyik helyszínen sem kötelező parancs, hogy akkor mindenki, aki bejön, akkor ő neki mindenképpen 2 óra múlva már szaltót kell ugrania. Ugye sokszor még ettől tartanak a szülők, mivel nálunk hamar fölmerül ez a kifejezés, hogy akrobatika, ezért ettől tartanak, de én úgy szoktam magyarázni, hogy valójában az akrobatika is olyan, mint a bűvész mutatványok, hogy megvannak azok a trükkök igenkor, amikor a gyerekeknek a biztonsága, illetve az épsége az megmarad, a teste az nem sérül semmilyen esetben sem, ezeknek megvannak a különböző trükkjei, korosztálynak megfelelő gyakorlatokkal, és így egy látványos emelés vagy dobás is megtörténhet, hiába, hogy picikről van szó. Tehát ugyanúgy, mint egy bűvész trükknél sem tűnik el valójában egy hatalmas nagy elefánt, hanem valamit csinálnak, és úgy tűnik, mintha eltűnt volna, de ott van az. Tehát nálunk is ugye ezek szépen fel vannak építve, és ezeket el is szoktuk olyankor mondani, amikor esetleg valakinél fölmerülnek az ilyen aggályok. Adtok-e házi feladatot esetleg, ha valakinek valami nem megy, hogy van egy határidő, amin belül, akkor ezt neki meg kell tudnia csinálni?
Nem, szerencsére határidős munkákkal nem szoktunk foglalkozni, a házi feladatnak én az iskolában is ellene vagyok, én nem szeretem ezt a rendet, illetve rendszert, hogy nem fér bele a gyerekeknek abban a napi 8 óra robotba, hogy még haza is kell vinni a munkát. Én sem szoktam otthon táncolni az ágyon, úgyhogy én nem semmiképpen sem szoktunk ilyen gyakorlatokat. Olyan már előfordult én nekem a versenyzőknél például, hogyha láttam, hogy esetleg egy olyan akrobatikát végeznek, amihez az egyik izomzatuk még nem eléggé erős, akkor javasoltam, hogy mondjuk tanulás közben végezzen ilyen vagy olyan gyakorlatot, hiszen úgyis egyébként meg csak a székén ülne. Ilyen már előfordult, de ez sem olyan kötelezően, hogy akkor én ezt a következő alkalommal számon fogom kérni. Ezek csak ilyen javaslatok, de konkrét házi feladat sosincs nálunk. Folyamatosan lehet becsatlakozni hozzátok a délutáni tanfolyamra? Igen, igazából mivel nem versenyekre készülünk, ezért ugye nálunk jelenleg nincs ilyen, hogy akkor versenyszezon, és akkor problémás lenne esetleg valakinek a csatlakozása. Általában ugye mi is szeptember-október környékén kezdünk a helyszíneken, viszont pont emiatt, hogy mivel nincsenek kötött versenyek, hanem maximum a kis saját rendezvényeink vannak, ilyen karácsonyi tanévzárogála, illetve fél évente egy-egy színbemutató, ezért nagyon könnyen, gyorsan be lehet csatlakozni, bármelyik hónap, bármelyik napján. Ilyenkor mindig adunk lehetőséget, hogy kipróbálhassa valaki. Én az edzőknek is, meg a szülőknek is szoktam javasolni, hogy általában ez ne egy, hanem akár három alkalom is legyen, mert úgy lehet igazán rájönni, hogy akkor tényleg tetszik, a szülőknek is tényleg belefér az idejébe, hogy akkor a gyerekekkel odaérnek az órákra. És akkor így az egész évben nyitott hozzánk a beiratkozás lehetősége, de ez még akár a nyárra is igaz, amikor pedig órákat viszont például nem is tartunk. Akkor mivel töltitek a nyarat? Hát a nyáron edzőtáborokat, illetve azt már talán túlzás mondani, hogy edzőtáborokat, sporttáborokat, illetve napközis táborokat szervezünk. Ha minden igaz, akkor idén nyáron, illetve jövő nyáron is majd két táborunk lesz, július elején, június végén, illetve augusztusban, és ilyenkor azért is így mondom, hogy napközis, illetve sporttábor, mert azért az, a fő alap az a sport, illetve a táncot körülölelő különböző szükséges egyéb műfajoknak a bevonása, illetve megismertetése a gyerekekkel, viszont ez ugye reggeltől estig tart, tehát ez itt van szintén Zuglóban, aminek a központi általában a Herman Otto általános iskola, és ilyenkor a tánc, illetve a sport mellett azért különböző játékokat, illetve akár kisebb ilyen kirándulást, vagy egyéb programot is szervezünk, illetve szoktunk mindig meglepetés programmal készülni. Volt olyan év, amikor bűvészt hívtunk, ha ma már úgy is említettem a varázslatot, illetve legutóbb egy hatalmas nagy légvárral készültünk a gyerekeknek, tehát valami mindig van, ami egy kicsit teljesen más, mint a mi egyesületünkben a megszokott. De az elsődleges szempont a sport, illetve amikor a táborban étkezés van, akkor előre mindig leegyeztetjük az adott étteremmel, hogy akkor pontosan mit és hogyan szeretnénk enni. Ilyenkor általában azért annyi a kritérium, két kérés szokott lenni, hogy ne legyen egészségtelen, és ne legyen olyan, amit viszont a gyerkőcök pedig nem szeretnek esetleg megenni. De ezt nagyon nagy sikerrel szoktuk, tehát szerencsére az étkezés az nálunk mindig nagyon jól megy, mert rengeteg gyümölcs szokott elfogyni ilyenkor, illetve az étteremben is könnyebb megszámolni tényleg az, hogy esetleg hány darab valamilyen tányérba maradt valami, mint hogy mi megy esetleg kárba, úgyhogy nagyon az étkezés szerencsére nagyon jól szokott ilyenkor sikerülni. Említetted az étkezést. A hozzátok járó gyerekektől kértek-e valamilyen diétát, étrendet? Nem szoktunk ilyen étrendekkel úgymond foglalkozni. Inkább olyan szokott előfordulni, hogy esetleg, hogyha látjuk, hogy a gyerkősznek az alkata a korosztályhoz képest esetleg nem az ideális, akkor illetve hogyha már beszélgetünk a gyerekekkel, én például volt egy olyan időszak, amikor mindig szinte statisztikát vezetve faggattam a gyerekeket, hogy miket ettek aznap, és akkor mindig a fő ellenségem a cukor jött elő, hogy az okozta a gyerekeknél a túlzott energia bevitelből eredő pörgést, és akkor ilyen esetekben szoktunk maximum beszélgetni a szülőkkel esetleg az étrendről, illetve inkább olyan fordult elő, hogy a szülők kérdeztek meg minket, hogy mi mit vettünk észre, mit javasolunk, hogyan lehetne.
szerencsére régen is voltak erre, lehetőségünk tudtunk segíteni. Most már feleségemen keresztül közvetlenül is tudunk segíteni a gyerekeknek, vagy akár a szüleiknek, családjuknak, hogyha ilyen étkezési tanáccsal, vagy hasonlóval szeretnének egy kicsit gazdagodni. Úgyhogy igazából nagyjából ez a étkezős rész ez így néz ki, de olyan, hogy mondjuk azért, mert valaki egy adott műfajban készül egy programmal vagy egy koreográfiával, emiatt esetleg nálunk valamilyen diétát kellene, ilyennel nem szoktunk szerencsére, tehát nem az a modell műfaj vagyunk, ahol akkor az utolsó hónapban csak vizet lehet inni. Hogyan szoktátok a gyerekeket motiválni? Ugye minden hol vannak mélypontok, látják a többieket egymás körül, hogy lehet, hogy az egyiküknek megy valami, ő nagyon szeretné, de neki nem megy. Igen, nálunk az egyik ilyen jelenleg talán ilyen fő motiválás az, hogy nagyon sok helyen a gyerekeket próbáljuk úgymond ilyen vegyes csoportba képezni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha mondjuk egy kezdő gyerkőc érkezik az órára, akkor ő már rögtön látja azt, hogy hova lehet eljutni. És közben pedig ez azért is jó, mert azok, akik pedig már előrébb tartanak, ők pedig ilyenkor egy kicsit kiélhetik ezt a segítő hajlamukat, és ők is pozitívan szoktak ilyenkor hozzáállni, és segítik a lemaradásban esetleg a többieket. De a fő ösztönzés nálunk inkább ez a pár kis rendezvényünk, tanévente 4 fő rendezvényt csinálunk, illetve a 2 nyári tábort, és akkor az egyik rendezvényünk az egyik fél évben az egy színbemutató, a másik pedig utána következik majd, ami most hétvégén lesz nekünk is, a karácsonyi gála, és akkor ezek azok, amik esetleg egy ilyen hajtóerőként üzemelnek a gyerekeknél. A színbemutató az igazából arról szól, hogy hasonló gyakorlatokat mutatnak be, mint amilyen gyakorlatokat mi az órán végeztetünk velük, és akkor így a szülők is nyomon tudják követni, hogy igen, fél évvel ezelőtt még sokkal egyszerűbb gyakorlatok voltak, esetleg rövidebb is volt, és fél évről fél évre így akkor lehet látni az ugrást a gyerekeknél. Ez ugye mondjuk egy gálán előadott műsornál nem feltétlenül látszódik, hiszen ott maga a műsor szám vagy a koreográfia, amit előadnak, az szokott a lényeg lenni, ami ugye akár zenére készülhet, vagy egy ötlet alapján születik, és ott nem biztos, hogy akkor kiderül, hogy a gyerkőc, aki esetleg eddig még nem is tudott nagy terpezbe se állni, az pedig azóta már spárgába is le tud esetleg csúszni. Most csak egy példa volt. Tehát ezekkel a rendezvényeinkkel, és akkor a második fél évben ott szintén ugye van egy színbemutatónk, ott annyi a különbség, hogy ott már nem karácsonyi gála van, vagy karácsonyi bajnokság, hanem tanévzáró, és igazából azzal búcsúztatjuk ugye a tanévet, és utána akkor pedig várjuk a gyerekeket a sporttáborba szintén nagy szeretettel. Csebe László, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Én is köszönöm szépen.